A környezet megóvása és a jótékonyság ötvöződik a Kupakkal a Mosolyért szervezett akciójában, amely az elmúlt 4 évben számos hátrányos helyzetű gyermek életét tette jobbá. 4 év alatt több mint 65 tonna műanyag kupakot gyűjtöttünk össze, és ezáltal 11 gyermek számára tudtunk elegendő pénzt biztosítani a szükséges segédeszköz beszerzésére. Nemanja a 12. gyermek, akin segítettünk azzal, hogy egy speciális hordozható vakok számára kifejlesztett eszközt tudtunk beszerezni. A legutóbbi gyűjtés keretében a Péter évei vak kisfiú számára sikerült beszerezniük egy korszerű Braille írógépet, amely nagy segítséget nyújt számára a tanulásban, az eszköz számítógépre vagy okostelefonra csatlakoztatható. Sokat segít ez a családnak, mert ezt még nem bírtuk volna megvenni, se semmit, úgyhogy nagyon szépen köszönünk mindenkinek mindent, hogy ennyire segítettek meg minden ebben. Az átadáson a községi városelnök mellett jelen volt Predrag Vuletei tartományi titkár is, aki elmondta, hogy a tartományi kormány és titkárság a 2017-es évet a szociális védelem évévé nyilvánította. Ez kitűnő példája annak, hogy megmutassuk az embereknek, hogyan működik együtt a kormány és a civil szervezetek, és hogy ezáltal hogyan tudjuk mások számára biztosítani azt, amire szükségük van. A Kupakkal a Mosolyért akció az idén azt tervezi, hogy 11 másik gyermek számára is beszerzi a szükséges eszközöket.